Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Ezen a héten, mivel a reformáció emlékünnepének a hete van, ezért végig vesszük azokat az alappilléreket, ami a reformációban kapott egy új megvilágosodást. Ez pedig az, az a bizonyos öt szólamondás, hogy egyedül kegyelemből, egyedül Krisztusban egyedül hitáltal, egyedül az írások által, és egyedül Istené minden dicsőség mindezekért. Ezek az alappillérei, amelyeket Luther és a többi reformátor fölfedezett az Istennek az igéjéből, azaz visszatértek az eredeti igéhez az akkori egyház mindenféle elhajlásai közepette, mert a szívük vágyakozott az igazság után. És maga Luther Márton is úgy jutott ki az egyéni vívódásaiból, ami nagyon-nagyon durva mértéket öltött már, mindent elkövetett, ostorozta magát, ö, szenvedéseket okozott saját magának, azért, hogy valahogy vezekeljen a bűneiért, de minél többet csinált annál bűnösebbnek érezte magát, és mivel biblia tanulmányozó ember volt, egyszer csak ráakadt arra az igére, ami az apostolok cselekedetei első rész tizen... Ö, nem az apcsá, bocsánat, a Róma 1, 17-ben van, az igaz ember pedig hitből él, és ö, ez felszabadította az ő szívét, és elnyerte Istentől a személyes bűnbocsánatnak az a nem csak hogy egy ilyen átfutó érzését, hanem a minden sejtjét megrázó valóságos ö, tudatát megélte, és tulajdonképpen ez mindannyiunk számára elengedhetetlenül fontos, hogy éljük meg ezt, ö, hogy Isten nekem személyesen megbocsátott, mivel hogy hiszek Jézus Krisztusban. A Biblia a Róma levélben gyönyörűen levezeti, hogy a cselekedetek nem visznek, nem eredményeznek üdvösséget, hanem Ábrahámnak is a hite tulajdonítatott igazságul. És ez ráadásul még az Istennel való szöveg kötése előtt történt, és azt mondja a Pál azért, hogy Ábrám hitben mindannyiunknak atyánk, azért, hogy mind atya legyen a hitben mind a körülmetéletleneknek, azaz a pogány népeknek, mint a, akikhez mi is tartozunk, és a zsidóknak is és Ábrahámot egyedül a hite által igazította meg Isten, nem pedig a cselekedetei által. Jól lehet, nyilván a hitét követték a cselekedetei is, ugye ott a Mória hegyén, amikor föl akarta áldozni a fiát Isten parancsára, de ez kicsit más oldalról világítja meg ezt a történetet. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne. Ez a valaki, ez akárki, bárki, aki hisz Jézus Krisztusban, azt mondja az ige, el ne veszene, hanem örök élete legyen. Ezt Jézus mondja egyébként önmagáról. És tovább folytatja Jézus ezt a kijelentését az üdvösség útjáról, aki hisz ő benne, mármint Jézusban, az el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez nagyon keménynek tűnik ez az ige, és sokan azt mondják, hát igazságtalan az Isten. Isten a teremtő, és ő a szeretetéből úgy látta jónak, azért, hogy az igazságán, az igazságosságán ne essék csorba, a bűnnek büntetése van. És Jézus azért jött el emberi formában, félretéve azt, vagy időszakosan kisebbítette magát az angyaloknál, emberi formát vett föl, és engedelmes volt halálig a keresztfának haláláig, hogy a mi bűneinkért kifizesse az árat, és ez a büntetés halál volt, és uh, Isten a Jézus igazságát, aki mindvégig igaz volt, és soha semmiben nem vétkezett, azt tulajdonítja nekünk. És ha hiszünk, Jézus Krisztusban az Isten fiának nevében milyen az üdvösség, milyen az Isten igazságossága. Ez felszabadít bennünket és hálára kötelez. Kívánom önöknek is, hogy felszabadult szívvel tudjanak ma is hálát adni az Istennek, az ő drága fiáért, Jézus Krisztusért, hitáltal. Amen.